Idén is lesz East European Endurance Ride. A Kelet-Európai Lovasmaraton második évfolyama szeptember 19-e és 23-a között zajlik a Somorjai Lovasklub rendezésében. A verseny résztvevői Apetlomból rajtolnak, majd Pozsont és Komáromot érintve érkeznek Somorjára, az ünnepélyes eredményhirdetés színhelyére. Az Európában egyedülálló verseny életre hívóit nemes cél vezérelte. Ilyen módon szeretnék megmutatni, hogy a sport összetartja az embereket, határon átnyúló együttműködésre akarják buzdítani a városokat. A 253 kilométeres távon zajló verseny résztvevői szeptember 21-én pénteken kora délután érkeznek Komáromba, majd az állatorvosi vizsgálatot követően áthaladnak a város központján, így sokan megcsodálhatják a kecsesteli véreket. A Kelet-Európai Lovasmaraton tavalyi első évfolyama, melyen 14 ország 42 lovasa vett részt, nagy sikert aratott a komáromiak körében. Én nagyon örülök, hogy Komárom ismét bekapcsolódhatott valami új dologba, így legalább megint valami érdekesség került a városba, és közelebb kerülünk a lovakhoz is. Ezáltal Komárom bekerül jobban a köztudatba, elősegíti a város a nemzetek összetartozását is. Aki tavaly nem látta, idén bepótolhatja. A város főterén kultúrműsor is szórakoztatja majd a közönséget, ám ami a lényeg, a lovasmaratonon résztvevő gyönyörű paripákhoz foghatókat ritkán lát az ember. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informácie o cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.